jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek! Ez itt a Game Archívum. Hello mindenkinek! Ez itt a Game Archívum legújabb végigjátszása, itt Staci jelentkezik, és a mai kommentes végigjátszásunkban a Lightbrick által készített, idén június 22-én debütált, Unity motorra fejlesztett LEGO Builder's Journey című játékról lesz szó. Ezt úgy kell értelmezni, gyerekek, hogy ez egy olyan játék, egy kaland, hogy mondjam, egy ilyen nagyon ilyen cuki játékról van szó, ami egy történetet akarom elmesélni, egy apa-fia kalandot, ráadásul úgy, hogy eredeti legókból ilyen félig stop motion, félig igazi cégi animációval egy LEGO palettán különböző alkotó elemekkel, majd különböző feladatokat kell megoldani. Indítsuk el, nézzük a beállításokban a grafikát, nézzük csak. Igen, igen, nagyon, nagyon fel van turbózva. Itt lehet látni majd a változtatásokat, de az biztos, hogy kicsit le kell vennem az árnyékolásból, mert elvileg az zabálja nagyon az effektet. Tehát lehet látni, hogy van ám különbség. Aztán fény visszaverődésnél szerintem enyhén verődjön vissza. Hogy a részleges elmosódás, azt leveszem, globális illumináció, volumetrikus fények. Na, az zabálja inkább a teljesítményt. És lehet látni, hogy így néz ki, amikor teljesen ki van kapcsolva. Egy alacsonyat azért rárakok. A motion blur teljesen leveszem, illetve a mélységet is lehet látni, az elmosódás, és szerintem full tisztában lehet látni a dolgokat, illetve a csillogást is leveszem, és így nagyjából megspóroltunk egy csomó FPS-t. A vertikális szinkront bekapcsolva hagyom, ez így tökéletes. A zenét leveszem, mert nem tudom, ilyen nyugis háttérzenéket lehet hallani, mint mondjuk a Bunhead Clappingnél is, de ott érdemes volt hallgatni a zenét. Itt viszont most leveszem, mert nem tudom, hogy jogvédett-e vagy sem. Illetve a hangeffekteket benhagyom, illetve különböző nyelveket is fel lehet használni. Illetve itt a mentett állások, ahol éppen egy cloudba tudunk menteni. Ez annyi kell még tudni, hogy 2019-ben debütált először a játék, még Apple Arcade-ra, Mac OS-re, iOS és Mac OS rendszerekre, és később idén, mondom június 22-én Switch-re és PC-re jelent meg a játék. Steam-en is begyűjthető, ha jól emlékszem, illetve a sokak által szeretett Epic Games Store-on is be lehet gyűjteni a játékot. Na mindegy, ennyit az egészről, és akkor kezdjük el magát a játékot. Na, itt fő az a lényeg, hogy ezt az egyes kockát fölvegyük. És akkor csak rá kell kattintani, és akkor föl tudjuk szedni, és akkor az egér mozgatásával így össze-vissza tudjuk vinni. És a lényeg az, hogy arra az egy kiemelkedő darabra ráillesszük. És milyen érdekes, hogy mágnesszerűen belokkolja, és oda be tudjuk rakni. És akkor hosszas klikkel be tudjuk helyezni. És akkor itt van ez az L-form, L-alakú LEGO darab, és ugye ezt lehet forgatni. Egyébként a jobb klikkel magát a pályát is tudjuk forgatni, mint hogy a asztalon látnánk az egészet. Sima kattintással tudjuk forgatni egyébként magát az alakot, és hosszan nyomva tudjuk lerakni. Egyébként a sok kameramozgatás után automatikusan visszaáll a helyére. Na, és akkor most szépen ezeket a hidakat is
építsük fel. Lehet látni, hogy nem kell fölemenni a izét, a, hogy nem kell megnyomni egy gombot, hogy mélységében is változzon, hanem automatikusan reagál a játék az adott helyre. És akkor szépen a hidakat csináljuk meg. Aztán itt a sarkot csináljuk meg. És egyszer csak vízlegó darabok, a homok darabokat szépen elmossa. Tehát most kim vagyunk a tengerparton, gyerekek. Tehát ehhez a szürke állományodat kell, mert először belelátsz dolgokba, mint egy Atari játékba, aztán végül ráeszmész, hogy ja, ez most konkrétan milyen terület akart lenni. Igen. Csinál magunknak egy kis homokbuckát. És aztán jön az, amikor véletlenül rosszul csináltunk valamit, akkor semmi baj nincsen, a célkereszttel rákattintunk arra az adott legódarabra, amit nem akarunk, hogy véglegesítsünk, szépen rákattintunk, elengedjük, hosszan tartott lenyomással tudjuk elengedni, megfogjuk a másik kockát, ráhelyezzük erre, és most már rá tudjuk rakni a tetőt, és most így jó, a víz megint elmosa. És ugyanaz, mint az eddigi LEGO játékokban, hogy így alkotó elemeikre esik szét. Hát milyen jól néz ki, akkor itt van ez az oszlop, ezt rárakjuk. És most mutatja meg nekünk, hogy a jobb klikkel körbe lehet nézni, hogy aha, mert néha körbe kell nézni, mivel ilyen izometrikusan van megoldva az egész, de hogyha véletlenül elakadná és nem tudod, hogy mi történne, hogy akkor csak körbe kéne nézni, hogy hát mondjuk egy alkotó elemet föl kéne használni. Eszméletlen jó, hogy kinéz. És akkor ez a két személyiség, akik megjelentek, ez az apuka és a fiú, mi irányítjuk a gyereket. És akkor nekünk ugye épít, mi együtt összeépítünk egy jó kis homokvárat. Apuka már saját magának épít a dolgokat, a többit meg majd mi követjük őt. Gondolom ide erre a két helyre illesszük őket. Aztán ő tömi be a lyukakat, úgy van. Én meg mondjuk a tetejére erre rakjuk rá ezt. És már rakja föl a zászlócskára valót. Akkor szépen nézzük csak. Ezeket a részeket tömjük be. Mondjuk egy ide. Egy ide, meg egy ide. És itt a zászlócska. És akkor szépen ráhelyezzük. Így né. Készen is van. Örül a duónk. És igazából ez volt egy tutoriál és első pálya a két karakter megjelenésével. És most jön az a fő lényeg, amikor A pontból B pontba el kell helyezni, tehát a gyereket közel kell hozni az apjához. Méghozzá ezzel a cuccnak a segítségével, ez a kétszer egyes egy alkotó elem, ezekre tud mozogni a gyerek. És ezt a kettőt tudjuk használni, és mindig ezen tud mozogni a gyerek. És akkor mindig a következőt egymás után kell pakolni, és akkor ez alapján tudunk haladni. Most itt az a vízen úszik egy ilyen kis fagerenda, egy ilyen egyszer hatos alapelem, és akkor ezekre tud menni a drágalátos gyerekünk. Nem kell egymás után helyezni, hanem elég, hogyha látjátok, hogy két kihagyással nem tud tovább ugrani, hanem így egyesével tud ugrani. Hoppa, 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 semmi baj, nem tud eltűnni, mivel ezen a kis rövid palettán játszódik a jelenet, és akkor megfordítjuk, és föl tud ugorni a faterhoz. És mindenki hullu, csodaszép, örülünk. Tehát ezen semmi bonyolító dolog nincsen. Ezzel teljesen el lehet lenni. Szépen ezt végigcsinálod, és legalább egy ilyen nagyon kemény munkanap után ezt simán tudod tolni. Na, és akkor és szerintem úgy kell haladni, hogy ide rá kell ugrani. Aztán fogjuk őt, és ide helyezzük az egyiket. Folyamatosan jönnek a gerendák, így szépen megcsináljuk neki az utat. Mondjuk így. Így, és akkor szépen haladunk vele. Hoppá, bocsánat. Ja, túl messze van neked. Tehát nem mindegy, hogy hogyan rakod le. Úgy, és akkor param.
mindig ezt a kettőt, ezt a Springer tudjuk használni. Na itt most már annyi van különbözik, hogy most már kétszer kettes lett a platform. És akkor most ebből, most váltottunk, és konkrétan mindjárt a mocsaras erdő részből erdős helyre fogunk átváltani, és lehet látni, hogy innen fog indulni a journey, ugye a kalandozás, ugye túrázgata a duónk. Hopp, véletlenül ellöktem. Van fizika a gyerekek, nagyon szép a fizika. Te el tudom lökni, és ha véletlenül kimegy a képernyőről, akkor visszateleportál, úgyhogy semmi probléma nincs, ha véletlenül elrontottad volna. Mondjuk ide rakom ezeket, és akkor szépen tudunk így haladni. És ezt mondjuk ide föl. Így van, ide föl. És akkor hát mondjuk lehet, hogy neki túl magas lesz. Aha, túl magas. Semmi baj nincsen. Akkor csináljuk azt, hogy visszaküldjük a kezdőpontra. Ah, így is jó. Na, és akkor csináljuk azt, hogy szépen előre hozzuk ezeket. És akkor mondjuk ezt ide. Most már tudott ugrani. És most már felhúzta a ruháját, megkapta a kis sapkáját, ami egyébként majdnem azt hiszem egy ilyen kerék, vagy ilyen fa, de ez a svájci sapkája egyébként, a kis svájci sapkája. Nagyon szépen meg van csinálva. Kicsit ködös, kicsit ilyen lápos vidéken vagyunk, azért tűnik ki a helyszín olyannak. De amik mozgathatóak, legó darabok, azokkal lehet ugye bívelődni. Mondjuk változtatok egy ilyen helyet. Ezt ide föl. Ide föl. És meg is érkeztünk. Menjünk át a hídon tovább. És már egyre jobban változik az idő. Egyre jobban bővülni fog. És ugye... És mutatja, hogy hogy halad, de közben meg szegényke a romok néha... Leütött a törmelékeket csak azért, hogy azt mi föl tudjuk használni. Tehát nem azért, hogy véletlenül se tudjunk oda hozzá eljutni. Mondjuk... Hopp! Semmi baj nincsen. Fordulj meg! Azaz. Néha kicsit így akadozik, hogy... Mikor van az a pillanat, amikor le tudná rakni. Mondjuk... Megvan. Tudom, mit kell csinálni. De fogom meg a sárkát, ugorjunk vissza. Oké, ezt nyújtsuk meg előre nagyjából. Várjál, van egy ötletem. És mi van, hogyha... Aha. Úgy. A vége. Azaz. Ja nem, ott a vége. Ott a fatel mellett kell, hogy legyen. Így. Tehát, hogy nem kell mindenhol ugyanabba a helyzetbe állítani, hanem hogy így lehet hosszabbítani dolgokat. Na, pálcatartóból, meg kukkerekből
csinált magának azt hiszem valamit, és azt szerintem abban nekik segíteni kell. Mondjuk például... Ezekből csinálni valamit? Hú... Egyre jobban vörösödik be az idő. Éjszaka van! Hát akkor tűzifát kell csinálni! Vagy ágyat. Az is le... Aha! Ah, tűzifát kell csinálni, mondom én. Ó, de szép! És éjszaka lett. Gyönyörűek a bevilágítások. Konkrétan, mint a tényleg legóznék. De az nem... De inkább ez, mint a Minecraft, öcsém. Isteni gyönyörű. És tudom, míg rápakolna a gyönyörű zene, az atmoszférikus zene, de mondom, a jogvédettség miatt nem nagyon szeretnék ebbe belekötni. Most azon gondolkodom, hogy most történni fog valami, vagy most ez egy szép mozzanat. Ja! Szerintem, hogy el kell altatni a tüzet. Várjál. Aha. És most kezdődik a játék. Na, és akkor egy korai reggel kezdés. Ha, ott egy kormány! És ilyen stop motion-ösen, mint a Lego Kaland című film, a Lego Movie-ban is meg volt csinálva, hogy egy kicsi stop motion-nel van megoldva az egész, hogy a folyó, a... Nézzétek például ott lent, a ködtől nagyjából lehet látni itt. Hogy a sár, ahogy folyik lefele, azt ilyen egyszer-egyes ilyen talpakkal oldották meg, hogy így folyamatosan így lefelé építették a talpakat. Aztán meg a kipukkanó sár darabokat is úgy lettek megoldva, hogy ilyen golyókat, így kétféle nagyságú golyót így egymás után animáltak meg. Folyamatosan mozogni kell, mivel folyamatosan süllyedünk befele. De a fő lényeg mindig az, hogy a faterunkhoz eljussunk. Ó, ez túl magas. Na várjál! Lehet, hogy így. Ó, ez is jó. Na, következő pálya. Csak betöltött a következő alkotó elemeket. Na, itt hogy hogyan? Nyilvánvaló, hogy az kell, hogy utat csináljunk magunknak. Kell egy kis kreativitás ehhez. Így felrakom őket, és akkor hát, ha lesz ebből valami. Valamit kitalálok. Mondjuk ide. Egyszer. Aha.
Oké. Kicsit ilyen sokáig tartó a helyzet, de hogy egyre jobban haladunk előre, nyilvánvaló, hogy több alkotóelemet fog betölteni, és ezért van az, hogy kicsit sokáig tart, de nem kell aggódni, van kreativitás bőven. Aha. Kicsit megemeltem az egyiket, és én most megemelem a vízszintet. Kicsit megemeltem a vízszintet, így most szebben tudunk haladni. Igen. Pont ott áll. Aha, most lesz a jó. Ha túl messze van. Semmi baj. Úgy. És ott a vége. Tehát különböző, hogy mondjam, megoldások vannak. Valahol nagyon gyorsan kell dolgozni, de a legfőbb lényeg az, hogy ide a túloldalra juss el. Több mindegy. Nincs megadva, hogy hogyan. Talált ki magadnak. De nagyon kreatívan meg van oldva. Tehát nincs olyan, hogy rossz lehetőség. Most csinálok random egy ilyet. És akkor gondolom, ha mondjuk ide rakom. Várjál. Aha. Ah, túl magasan van. Ah, túl messze van. Semmi baj, oldjuk. Azaz. Ó! Mi volt ez a híd, öcsém? Ah, túl messze van. Várjál! Nincsen valami másik anyag, amit fel lehetne használni? Nem csak ebből tudunk izélni. Várjál! Jó, őt is át kell engedni a túloldalra valahogy. Rábágolt a platformra, de megoldottuk. Ó, és akkor van egy kis nyaralónk. Jó van. Akkor most már én is be tudok menni. Ah, most tudok beugrani. Jól van. Nekem tetszik. Nekem nagyon tetszik. Csöndes, hangulatos, logikus, jó kis fejtörökkel. Szerintem teljesen oké. Ja, mondjuk be kéne csukni az ajtót, nem? Igen, bocsánat. Nem akartam paraszt lenni. Jó éjszakát! Na, és akkor folytassuk tovább a kalandunkat. És akkor gondolom pakolászni kell. Nyilván azokhoz kell rakni. Ó, megint várat csinálunk. Mi volt ez?
el kell mennie, mert hívták őt, és most nem tudnak együtt lenni. De legalább befejezzem, amit apa elkezdett. Legalább. Csak egy a baj, hogy ezt nem együtt csináljuk meg. Eközben apuka... Kicsit olyan jövőben is játszódik, mert ilyen fejlett technológiák vannak, ahol az embereket így ilyen robotok vezérlik őt. És neki össze kell építeni ezt a platformot. Hello! Egy csillag! Ja, lehet, hogy ő itt dolgozik, és akkor ő ilyen dolgokat csinál. Ilyen lapokat kell készíteni, és akkor mindig kapok egy csillagot, amikor jól dolgoztam. Ah, szóval ilyen... Ez az ő munkahelye. Hát jó, gyorsan végeztél. Hát nyilván ilyen kicsit gyorsban telik, de a gyerek örül, hogy jó van, gyorsan végeztél. Na, hát akkor fejezzük be, és megépítjük újra azt a várat, amit anno a tengerparton csinálunk meg. Megint kell lesz? Olyan gyorsan kell lesz. Egy kicsit olyan gyorsan vált. Meg az a baj, hogy csak a látvány beszél. Nem nagyon magyaráznak meg mindent feliratokkal, meg párbeszédekkel, hanem az, amit látsz, az próbál meg te kitalálni. Tehát néha még a mi gondolatainkkal is játszanak, hogy mi az, ami igaz, mi az, amit te gondolsz, és mi a abból mi igaz, illetve mi nem. Meg hát nem hinném, hogy bármi rossz történne, hanem csak így a mostani élet folyamatos menetéről szól. Nem hinném, hogy lenne valami drasztikus dolog, hogy egy óriás robot elrabolna az apámat, és akkor meg kell menteni, mint ahogy a magyarok csinálták a Delfines játékkal, Echo-val, ilyen hasonlóan. Nem hinném, hogy lenne egy ilyen katartikus pillanat, vagy valami ilyesmi, hanem milyen az, amikor lecsendesedik, lelassul az idő, és akkor milyen az, amikor az élet folyamán az apa-fia különböző pillanatait örökíthetjük meg, amikor az apa meg a fia egy családot alapítanak, és ilyen tökéletes harmóniában élnek egymással, és hogy az egymással eltöltött idő milyen szépen telik el. Azt kreatívkodjuk össze. Lehet, hogy ebből valami olyan zöldes, hogy mintha izét próbálnék összerakni. Izé. Mintha egy magyarhoz hasonló épületet csinálnék. Na, akkor csinálok valamiből egy hasonlót, mint a homokvár volt. Csak ez most valami keményebb anyagból van. Nem, nyilván nem betonból. Ó, de szép. És ez a gyerek most ő maga rakta össze. És nem az apjával együtt. De hogy lezárjuk a napot, megint a... Ó, becsesztem neki az ajtót. Szegényke. Óha! De szép ez a pince. Várjál. Be kéne kapcsolni rendesen a lámpát, igen. Ez valami raktárépület. Vagy raktárszoba. Mondjuk össze kéne építeni a dolgokat. Jaj, jó, semmi baj. Mondjuk, ja, erre kéne rárakni. Ja, ez a gyerek találmánya, ez a robot? Csinál egy robotot. Nem? A címképernyőn is volt egy ilyen tévé alakú robot. Akkor ezekből a levéltárolókból fog összejönni? Nem tudom kihúzni. Várjál.